Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit. Szeptember 3. hétvégéje hagyományosan a kulturális örökség napjai ingyenes sorozat időpontja. Hogy milyen programok lesznek Székesfehérváron, ezt ebből a műsorból tudjuk meg. Várjuk Önöket, figyeljenek bennünket, és érdemes lesz csemegézni, válogatni a rengeteg programban. Nyilván van segítségünk, akik elhozták nekünk ezeket a programokat a stúdióban. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Izinger Katalint, a Szent István Király Múzeum munkatársát, művészettörténészét. Köszönöm szépen, hogy itt vagy. És köszönjük. Nagyon sok munkátok van benne, úgyhogy lesz miről beszélnünk. És a programszervező Kft., azaz pontosabban a Fehérvári programszervező Kft. Képviseletében köszöntöm Sári Mátét, aki mint munkatárs szintén programokat hozott nekünk. Talán egy kicsit felvezetésként kezdjük azzal, hogy miért is fontos ez a rendezvény, a kulturális örökség. Hát azért fontos, mert hiszen kulturális örökségi közegben élünk, az épületek, a régészeti leletek, de akár a természeti kincsek és minden kulturális örökség, minden napjaink része, a múltunk része, a jelenünké és remélhetőleg a jövőnké is. És szerintem ez egy azért érdekes kezdeményezés, és amire én mindig hangsúlyt is fektetnék, hogy olyan helyekre juthat el a látogató, amiket egy sima hétköznapon nem láthat. Tehát én mindig támogatom az olyan programokat, amikor egy kicsit a kulisszák mögé nézhetnek, amikor olyan épületekbe vagy épület részekbe juthatnak be, ami egyébként elzárva van előlük. Ha kulturális örökségről beszélünk, akkor Székesfehérvár dúskál, hiszen rengeteg örökségünk van, amiért hálásak is lehetünk, de nagyon sok olyan örökségünk van, amit nem is ismerünk, nem is tudunk róla, hogy van, pontosan ezért, mert nem egy mindennapos kiállítás tárgya. Így van, és azért én azt gondolom, hogy majd most elmondjuk Mátéra, mik azok a programok, szóval mindenképpen azok a legizgalmasabbak szerintem, amikor tényleg eldugott helyekre juthatnak be a látogatók. Egyébként, hogyha a nézőink, hallgatóink megnézik a programokat országszerte, nagyon sok olyan városi séta van, vagy akár gyárak területén olyan már nem használt épületeket lehet ilyenkor meglátogatni, amik nagyon sok izgalmat, nagyon sok történelmi érdekességet rejtenek. Igen, ezért is érdekes a kulturális örökség fogalma valójában, hogy mi mindent akar. Tulajdonképpen minden, ami között élünk, legyen az egy szobor is az, vagy hát az épített. Azt hiszem, hogy az épített örökség talán ennek a két napnak a legközpontibb eleme. Én legalábbis úgy tapasztalom, hogy főleg épületek köré szerveződnek a programok. Hogy kapcsolódik a Fehérvári Programszervező Kft.-hez, az eseményhez? Szia, én is köszöntöm a kedves nézőket. Mi már 5 éve fogjuk össze a Kulturális Örökség Napjának a programjait. Mi egy egységes arculatot, egy kreatívot teszünk mögé, összegyűjtjük ezeket a programokat, és a látogatóknak nyújtunk egy olyan segítséget, hogy egy helyen megtalálható, összefogjuk, rendszerezzük, hogy mi hol található, mikor vannak vezetések, mikor vannak séták. Úgyhogy igazából mi egy ilyen kis segítő szerepet töltünk be ebben az egészben. Hogy tud kezdődni ez a munka? Tehát mind kezd el gondolkozni a szervező, hogy mit mutassunk meg, vagy ötleteket kell gyűjteni szakemberektől? Minden év júniusa környékén szokott kijönni az adott évnek a felhívása. Szokott lenni egy ilyen témaajánlás is általában az örökségnapoknak a honlapján. Ugye ezt tudni kell, hogy ez egy európai uniós kezdeményezés, amelynek már Magyarország is egy jó ideje csatlakozó tagja. Mindig vannak ilyen ajánlások, mi ezeket elkezdjük kicsit tovább gondolni, és az adott év tematikájához próbálunk mindig egy-egy új helyszínt bevonni. Ilyen volt például tavaly a csillagvizsgáló a Szabadművelődés házad tetején, úgyhogy mindig van valami kis inspiráció, és hát nyilván mi ezek után felkeressük a partnereket, a múzeumot is minden évben megkeressük, ők is örömmel csatlakoznak minden évben hozzánk, és vannak már olyan partnereink, akik évek óta úgymond visszatérő vendégek,
És én is még az előzőre szeretnék rákapcsolni egy fél mondattal, hogy én is úgy látom, hogy azok a legkedveltebb programelemek, amelyek amúgy nem látogathatók az egész évben. Ilyen például a Szép Hőnek a királysori erőműve, vagy mondjuk a Városházának a díszterme, a kisterem, azok a helységek, amik amúgy nem látogathatók a mindennapokban. Említetted, hogy minden évnek témája van. 2020-ban mi a téma? Hát most igazából az épített ipari örökség van a középpontban. Ugye azért nem egy olyan nagy paletta ez, ami minden évben változik, de van, amikor inkább a természeti örökség van amikor inkább a történelmi, van, amikor az ipari örökség, úgyhogy nagyjából ezek szoktak váltakozni egy pár évente. A program tehát hétvégét jelenti, szombaton kezdődnek az események. Én szerintem akkor vágjunk is bele a listába. Talán elsőként Máté felé kell forduljak, hiszen a Szent István Székesegyházhoz kötődik 10 órától egy esemény. Igen, a szombati napon 10 és 17 óra között óránként indulnak szakvezetések, kivéve 13 órakor, akkor egy kis ebédidő van. Előzetes jelentkezés szükséges ehhez a muzeum@sfvar.katolikus.hu e-mail címen. Fontos tudni, hogy ebben az idei évben sajnos a maszkviselése minden program elemen kötelező, és mi is kérjük a helyszíneket is, hogy biztosítsanak fertőtlenítésre lehetőséget. Úgyhogy ez is egy ingyenes program, mint amúgy minden más. A Szent Anna kápolnától fog indulni a vezetés, és 25 fős csoportokban lehet erre jelentkezni. Ugye itt is az is egy cél idén, hogy elkerüljük a nagyobb csoportosulásokat, úgyhogy nagyon sok programelemnél létszámkorlátot vezettünk be. Mi az, amit itt láthatnak majd az érdeklődők? Hát ezen a túrán. Egy picit nekem is puskáznom kell, mert elég sok programunk van. A Szent Péter és Szent Pál templomot, a Szent István Székesegyházat láthatják, illetve a barokk stílust fogják szerintem bemutatni, főleg az érdeklődőknek. Azért nézek kicsit balra, mert vannak ilyennél nálam szakavatottabb a témában. Igen, gondolom, bár én az összvárosi programot szintén nálatok olvasom, a múzeumról fogok tudni bővebben beszélni. De igen, tehát az egyik a bemutatása, ami hát egy külön érdekesség, hogy ott is lesznek séták, tehát bent. Igen, igen. Ami ugye most nem látogatható ezekben igen. Az években, a felújítás miatt. Ezért is meglepő tehát ez ezért a program. Is, ezért is különleges, így van. Igen, és igen. Itt még fontos, hogy itt is a maszkviselés kötelező, illetve a zárt cipőt is kérték még a kollégák, hogy mindenképpen gondolom azért is, mert van még olyan területe, amelyik munka vagy felújítás alatt áll. Igen, hogy biztonságosan lehessen ott sétálni. Tehát 10 és 17 óra között van erre lehetőség regisztráció alapján. A megadott oldalakon, városi oldalakon megtalálják a regisztráció címét az érdeklődők, ha most nem tudták felírni. Viszont mindezt megelőzi egy program 9 órakor. Igen, előjáróban hadd mondjak annyit, hogy a múzeum, a Szent István Király Múzeum azért van egy picit, ha lehet ezt mondani, nehéz helyzetben, mert a mi kiállításaink, ahol mi leginkább ilyenkor programot tudunk szervezni, azok ugye az év egyéb időszakában, egy sima hétköznapon, hétvégén is nyitva vannak. Tehát mi egy picit nehezebben tudunk olyan programot rendezni, hogy olyan épületekbe jussunk be, amibe egyébként nem lehet. Tehát mi próbálunk a meglévő állandó vagy időszaki kiállításainkhoz programot szervezni, és ez a bizonyos szombat reggel 9 és 10 óra, tehát ez tehát kétszer lesz a csókképtárban a Kagán lovasa, avagy egy avar páncéros lovas életre kell című kiállításunkban fog dr. Szücsi Frigyes régész tárlatvezetést tartani. Tehát 9 és 10 órakor. Szücsi Frigyes egyébként a helyi kurátor ennek a kiállításnak, mert ez a kiállítás a Debreceni Déri Múzeum és a Szent István Király Múzeum közös kiállítása, tehát kiegészítette intézményünk ezt a meglévő vándorkiállítási anyagnak is alkalmas időszaki kiállítást. És hát ugye azt is lehet mondani, hogy ez az egész kulturális örökség
napjai hétvége, ez egy időutazás, és itt ezen a szombat reggeli időponton kezdünk a legtávolabbról, tehát kb. 1400 évet utazhatunk vissza az időbe, az akkori, avarkori Kárpát-medence világát próbálja szemléltetni, életre kelteni ez a kiállítás, ahol egy nehéz lovas harcos, akinek a fantázia neve Kerény, kell életre egy életnagyságú rekonstrukcióban a csokképtárban, illetve az ő valószínűsíthető lakhelyét, egy jurtát is berendeztek a kollégák, akik ennek a kiállításnak a kurátorai, illetve látható egy lovassír rekonstrukcióban készült vagy eredeti fegyverek is láthatók. Tehát egy nagyon izgalmas dolog, és a kollégánk Szücsi Frigyes pedig ennek a korszaknak az ismerője, tehát az egyetemet is ezt a korszakot kutatja, ezzel foglalkozik, úgyhogy mindenképpen ajánlom a figyelmükbe, hogy vele járják végig ezt a kiállítást. Bizony, ez nagyon izgalmas lesz, főleg fiúgyerekeknek tudom javasolni, biztos, hogy mindenkinek, de önállók tudom saját tapasztalatból is. De azért azt mellékesen meg tudjuk jegyezni, hogy azért is van nehéz helyzetben most a város, ami nagy öröm, hogy megújul, ugye, mint említettük, a Székesegyház, megújulás alatt van a múzeum, de még az egyházi múzeum is megújulás alatt van, még ott sem fejeződtek be a munkálatok, ami nehezíti a programszervezést, de hát egyszer majd minden elkészül, és mekkora öröm lesz, hogy mindenünk szép és gyönyörű. Menjünk tovább a programokkal, a Szerb Ortodox templom is ad helyet rendezvénynek. Így van, a Sándor úr már nagyon régóta partnereink ebben a kezdeményezésben, minden évben talán első hívószóra csatlakoznak, minden évben próbálnak valami érdekes kis programmal színesíteni ezt a két napot. Az idei évben a járványhelyzet miatt nem merték bevállalni, terveztek egy kórus koncertet vasárnapi napra, de aztán úgy gondoltuk, hogy talán most jobb, hogyha inkább csak épületlátogatás szerepel a kínálatban. A szombat és a vasárnapi napon is 10 és 17 óra között megtekinthető a Rácz utcai Szerb Ortodox templom. Menjünk is tovább a levéltárba, ahol szintén 10 és 17 óra között van program. Így van, ez is egy két napos ajánlás, szombaton és vasárnap is. 10 és 17 óra között lehet a Fejér megyei levéltár Szent István téri épületében épületvezetésen részt venni. Itt is óránként indulnak a csoportok. Ide nem kértek előzetes regisztrációt, ezért jellemzően úgy, hogy sok vezetés van óránként, ezért nem nagyon szoktak olyan csoportosások kialakulni, ami esetleg az idejében kicsit zavaró lenne. Itt is kérték a maszk használatot, ezt nagyjából mindenhol elmondhatom, és itt is a levéltárnak a munkatársai fognak érdekes részeket megmutatni az épületből. A programszervező Kft. Honlapjáról tudom, hogy 60 perces ez a vezetés. Mennyi izgalom kerülhet elő egy levéltárból 60 perc alatt? Biztos vagyok benne, hogy nagyon látványos és érdekes lesz ez a terület is. Menjünk át a Barátságmoziba. Igen, a Barátságmozi is szerintem már 2 vagy 3 éve csatlakozik, mióta sikerült megújítanunk a mozinak a termét. Azóta a Gyerünk a moziba be névre keresztelt vezetett bejárást tartják kollégáink. Itt egy 10 fős létszámkorlát van, úgyhogy itt előzetes jelentkezés szükséges, mivel hát kicsi a gépterem. Itt meg lehet majd tekinteni a géptermet, az archívumot, magát, a nézőteret, és itt is a mozinak az egyik kollégája fog olyan érdekes dolgokat megmutatni, ami szerintem nagyon vonzó, és ezt minden évben nagyon szokták szeretni ezt a programot, úgyhogy meleg szívvel ajánlom mindenkinek. Mit mutat meg a múzeumi programok között a Csontig hatoló tudomány című előadás? Picit kapcsolódik a Kagán lovas című kiállításhoz, de ennél sokkal több, hiszen Libor Csilla, régész antropológus kollégánk fogja aznap a vendégeket beavatni egy bizonyos múzeumi munkakörbe, ez pedig az antropológus munkája. Tehát arról fog szólni ez a előadás, egy ilyen nagyon interaktív
típusú program lesz, hogy ha kezébe vesz az antropológus egy csontot, egy koponyát, vagy egy bármilyen csontleletet, akkor mik azok a kutatási, vizsgálati módszerek, amellyel ő dolgozik, hogyan tudja megállapítani adott esetben, hogy annak az a csont egy férfi vagy női volt-e, mi volt az elhalálozási életkora, voltak-e, vagy milyen betegségei voltak. Szóval egy picit antropológus lehet mindenki ez alatt az egy óra alatt, és azért mondtam az elején, hogy kapcsolódik a Kagán lovasához, mert ott is van egy sírlelet, és ilyen módon egy kicsit az avarkorra is fókuszál ez az előadás. A királyi napokhoz köthető rendezvény sorozatban volt alkalmam belehallgatni Libor Csilla egy előadásában a Romkertben, a Nemzeti Emlékhelyen, és én nekem azt tetszett benne, hogy az előadás módja ilyen általam is érthető, ami nagyon sokat jelentett. Nagyon elment mélyre, és nagyon sok dolgot tudtunk meg, de úgy, hogy tényleg értettük, ami nagyon sokat jelent azért a nézőnek, hallgatónak, tehát biztos vagyok benne, hogy... Az fontos nagyon, hogy úgy tudjon beszélni a szakember, hogy Ne csak a szakma, hanem akár a laikusok, és ezzel akár egy életet is elindíthat, ha mondjuk vonzóvá válik ez a munka. Itt kell újra megjegyeznem, hogy ingyenes programokról beszélünk, úgyhogy erről tájékoztatnánk az érdeklődőket ismét. Menjünk át a Palotavárosi kiállítóhelyre. 14 órakor, tehát délután 2-kor, még mindig szombaton vagyunk. Dr. Varró Ágnes néprajzkutató kollégánk fog itt egy állatvezetést tartani. Hát ez, mint épített örökség, és a múltnak egy szelete a városban, önmaga ez a palotavárosi skanzen utca, ez a Rácz utca már nagyon érdekes, ennek a története, mikor tűnt el, ugye a 70-es években, most ezt mindenki tudja, tehát a lakótelepek építésekor, viszont ebben az utcában megőrződött egy 150-200 évvel ezelőtti állapot, 13 lakóház és a Rácz templom rekonstruálása kapcsán, és a kolléganőm ezt az időszakot fogja bemutatni, tehát a múzeumhoz tartozik a Rácz utca 11-es számú épület, ahol Palotaváros módját ismerhetik meg, illetve a régi mesterségeket, tehát milyen mesterségek működtek ebben az utcában, és egy kalapos műhely és bemutatásra kerül, amely szintén a múzeumi épületben látható. És akinek sok rétű az információ éjsége, 15 órakor egy újabb tárlatvezetéssel folytathatja a programot az Új Magyar Képtár Megyeház utcai épületében. Igen, hát ez most egy kicsit furcsa jön ki, hogy most ezt magamat reklámozom, vagy nem tudom, hát ez a múzeum programja. Igen, ezt a tárlatvezetést én fogom tartani. Kevesen tudják, talán még mindig, kevesen tudják, hogy ebben a csodálatos középkori alapokra visszanyúló, vagy középkori alapokra épült épületben egy nagyon páratlan gyűjtemény is található. Ez a Szent István Király Múzeumnak a kortárs képzőművészeti állandó kiállítása, amely csak egy kis szeletét tudja bemutatni annak a hatalmas gyűjteménynek, ami a múzeum kezdete óta, de leginkább a második világháború után, kb. Vagy a 60-as évek kezdete óta gyarapodik a múzeumban. Ez főleg így a második világháború utáni magyar képzőművészeti jelenségeket, tendenciákat mutatja be. Tényleg azt gondolom, hogy a város is büszke lehet erre a gyűjteményre. Nincs igazándiból olyan monografikus vagy nagy tematikus kiállítás ma Magyarországon, ahol a Szent István Király Múzeum gyűjteményéből ne kölcsönöznének műtárgyat, tehát ez nekünk egyfajta visszaigazolás is, hogy milyen kvalitásos ez az anyag, és igyekszem majd az épület történetéről is beszélni, tehát ez a régi vármegyeháza, de volt a 19. század végétől a 20. század legelejéig ez az épület, a székesfehérvári királyi törvényszék, szóval egy picit próbálok majd itt tényleg az épületről is beszélni a képzőművészeti kiállításon túl.
Folytatva a programokat, 16 órakor a Vattai lábnyomán című kiállítás, illetve program a belvárosba visz bennünket. Igen, ez egy kakukktojás kicsit talán a programjaink között. Úgy értem, hogy ha hagyományos programnak nevezzük a tárlatvezetést, az előadást, a foglalkozást, akkor ez talán annál különlegesebb, vagy másabb. Egy nyomozásra hívnak múzeumpedagógus kollégáim minden kalandozni, és titkokra kíváncsi csapatot, családokat, vagy egyéni jelentkezőket, tehát nem csapatfeladatok lesznek. Vattai Ferenc, aki az 1602-es török ostrom idején ugye a várvédők alkapitánya volt, az ő életébe, illetve a korszakba és annak furcsa titkaiba, rejtelmeibe vezet be ez a játék, ami tulajdonképpen a játszva tanítás, a szórakoztatva oktatásra épül. Tehát ez egy kicsit így a fantázia szüleménye, de nagyon sok mindent megtalálhatnak, kinyomozhatnak a látogatók, hogyha vállalkoznak erre a játékra. A Turinform nyomoznak, bocsánat, tehát egyfajta nyomozás a múlt után. A Turinform is csatlakozott a programokhoz. Így van, a Turinform 15 órától, szóval pont előtte tart szintén egy városnézés, úgyhogy akár össze is lehet kötni a kettő programot, hogy aki esetleg 15 órakor picit bemelegít a Turinform, azután csatlakozhat a múzeum vezetésére. A Turinform elől fog indulni ez a belvárosi séta. Itt is egy előzetes jelentkezést kér a Turinform, amely megtalálható a Turinformnak is a weboldalán, illetve a fehérvariprogram.hu-n minden olyan link, e-mail cím, telefonszám megtalálható, szóval, hogyha szerintem elmondjuk a kedves nézőknek, ahol mindenhova lehet jelentkezni, ahol ezt kérték. És a Turinformnak vasárnap is lesz programja, viszont ez kicsit más tematikájú, majd gondolom arról is beszélni fogunk. Így van, meg is jöttünk vasárnaphoz. El tudom képzelni, hogy lesz ismétlődés is a programok között. Ami nekem a listámon elsőként szerepel, az ismét az ortodox templom. Így van, a szombati napon mondtam is, hogy ez is egy kétnapos program, úgyhogy ott is vasárnap is ugyanúgy 10 és 17 óra között várják a templomba a látogatókat. Ugye talán fontos kiemelni, egy olyan egyedi ikonosztáz gyűjtemény vagy anyag található meg a templomban, nem tudom talán mi a rá pontos szakkifejezés, ami elég ritka Magyarországon, úgyhogy szerintem mindenképpen érdemes akár egy vasárnapi ebéd előtt is ellátogatni kicsit a templomba. Nagy öröm a gyerekek számára, hogy a hetet hét játék múzeumban is ellátogathatnak. Igen, itt két program lesz, akkor lehet, hogy ezt most inkább így összebomba mondom el, tehát 2 és 4 óra között, tehát vasárnap egy családi foglalkozás lesz, majd 5 órakor tárlatvezetés, szakvezetés. A szakvezetést 5 órakor dr. Nagy Veronika tartja, aki a játék múzeum vezetője. Hát azt hiszem, hogy a hetet-hét játék múzeumról talán nem kell külön bemutatót tartani, hát ez is egy különleges gyűjteménye és muzeális részlege, azt hiszem Fehérvárnak, sőt Magyarországnak, tehát ilyen csodálatos a játék története, a művelődés története, a kultúrtörténettel összefüggő gyűjtemény tényleg nem sok van az országban. Hogy alakult ki ez a gyűjtemény, mi látható a kiállításban, mik azok a kérdések, amire talán nem is mindnyájan gondolunk, példának talán azt hozhatom, hogy a kis berendezett miniatűr játékszalonokban, vagy étkezőkben, ebédlőkben a pici, mini, mejszeni porcelán vajon valódi-e? Kolléganőm dr. Nagy Veronika ezekre is választ fog adni. És akkor picit visszaugorva az időbe előre, tehát 2-től 4 óráig pedig szintén ennek a gyűjteménynek a egyes tárgyaival, konkrétan a bútorokkal, a bútor stílusok kapcsolatos családi foglalkozás lesz, ahol a családok, tehát itt kifejezetten kérjük, hogy,
hogy családok jelentkezzenek, tehát ne csak a szülők, hanem te gyerekkel készülj, tehát legyen ez egy közös program akár a családoknak, hogy ott a maguk is múzeumpedagógus kollega vezetésével berendezhetnek egy szalont, a 18-19. Századi polgári enteriőröket. Tudom, hogy nem hiszitek el, amit mondok, de szalad az idő, lassan lejár a műsoridőnk, és még van pár program, amire azért szeretnénk felhívni a figyelmet, hiszen vasárnapnál vagyunk. Feketesvas Patika Múzeum. Itt is tálatvezetést tartunk 15 óra 30 perckor, tehát vasárnap Krizsány Anna művödés szervező, aki évtizedek óta lassan a patika történet, a patika berendezéssel foglalkozik, ezt kutatja, és nagyon sok programot szervez, ő fog a Feketesvas Patika Múzeum bevezetést tartani. És az a bizonyos másféle program a Turinform irodától? Így van, 10 és 14 órakor egy szabaduló szobát próbáltnak ki a Hímer házban. Itt csak kettő hely van, úgyhogy ha esetleg valaki még most gyorsan rácsap valamelyik időpontra, akkor öt fős csapatok jelentkezését várják. Ugye a Hímer háznak a pince részében ki lett alakítva egy ilyen szabaduló szoba, amelyet már tavaly is kipróbáltak az érdeklődők, és nagyon szerették. Emellett, hogyha már a Hímer háznál vagyunk helyileg is, akkor itt egy másik programot is szeretnék figyelmükbe ajánlani a kedves nézőknek. Itt épületlátogatás lesz 16 órai kezdettel, Igari Antal megyei főépítész vezetésével. Hát szerintem Igari urat sem kell senkinek bemutatni, fantasztikus, amilyen átélésre és szeretettel hát ott élt egy beszélni. Így van. Tehát úgyhogy lakója volt a Hímer háznak. Úgyhogy nálam mindig arra kell figyelni, hogy a két órát ne lépje túl, mert napestig tudna mesélni különböző történeteket. Illetve még szerintem lesz egy nagyon érdekes program vasárnap reggel, 9 órai kezdettel a Szép Hőzrt fűtőerőművét tekintetik meg a látogatók. A királysor 1/B szám alatt található ez az épület komplexumnak is mondhatnám talán. Itt is előzetes jelentkezést kértek a csatlakozó partnerek, itt 30 fő a létszámkorlát, és ez is szerintem egy nagyon érdekes, ilyen, igazából ez tényleg ipar művészeti örökségünk, és itt is nagyjából egy olyan másfél-két órás vezetésre kell készülni. Kulturális dőzs hétvégén, tehát 19-én és 20-án itt Székesfehérváron a Kulturális Örökség napjain lehet válogatni, keressék az oldalakat, és érdemes részt venni az ingyenes rendezvényeken. Én nagyon szépen köszönöm vendégeinknek, hogy elhozták a programokat, így Izinger Katalinnak és Sári Máténak köszönöm a beszélgetést, köszönöm. A televízióknak pedig köszönöm a figyelmet, a televízió nézőknek viszontlátásra.